házasságban élünk az én feleségemmel, de bizony előfordult már, hogy elkeseredtünk egy-egy probléma miatt, és nem úgy beszéltük meg azt a problémát, ahogyan kellett. És most, ahogy készültem a ti nektek átadandó gondolatokra, akkor újraértékeltem a saját házasságomat is, és ezt megtehetjük mindazok is, akik itt házasságban élünk ebben a teremben, hogy alázatosan, egymást különnek tartván ti magatoknál, megbecsüléssel, szeretettel mondjuk el a kritikát, a problémát is. Említettem az előbb egy másik gondolatot is, hogy ismerjük el egymásban a jót. Vegyétek észre a másikban a jót. Miért van erre szükség? Azért, hogy megelőzzük a válást. Megelőzzük azt, hogy a kapcsolatban az a csodálatosan fejlődő cseppkő, az megrepedezzen és esetleg el is törjön. Ha én észreveszem a másikban a jót és elismerem azt, és törekszem szóvá is tenni, nem csak most mondjátok majd egymásnak, hogy szeretitek, hanem a házasság idején is ezt eláruljátok egymásnak szavakkal is, ki is fejezitek egymás felé. Hallottam olyan történetet is, ezt Pál Fegyi Feri bácsi mondta el, hogy hát nem értem, hogy mi a baja a feleségemnek, hát tudja, hogy szeretem, hát én megmondtam neki még az esküvőn is, és aztán később meg nem mondta el. Hát azt többször el kell mondani, többször ki kell fejezni a másiknak a jó tulajdonságait, és az előbb feltettem azt a kérdést, hogy miért? Ha én azt keresem a másikban, és azt teszem szóvá, hogy miért, akkor mire vágyik a másik? Hát arra vágyik, hogy többször tegye azt a jót. És minél több jót tesz egy ember, legyen szó a házi munkáról, a ház körüli munkáról, a másokkal való beszélgetésekből, a gyülekezeti szolgálatokból, hogyha én ezt szóvá teszem, nem feltétlenül mindig dicsérni kell a másikat. De még a Jelenések könyvében is, akik ismerik a Bibliát, sok levelet írt Jézus János apostolon keresztül a gyülekezetnek, és mindig elmondta, hogy tudom a te dolgaidat, a te fáradtságodat és tűrésedet. Hát a házastársak tudják pontosan azt, hogy mivel küzd a másik, milyen nehézségei, problémái vannak. Mondjátok el, Dávid, hogy tudom hajni a te dolgaidat, tudom, hogy nehéz. Megértem, együtt érzek, segítek, és hajni, te is mondd el a Dávidnak, hogy tudom a te pozitív dolgaidat. Tudom azt, hogy sok mindenben küzdesz, fáradsz azért, hogy a családunkban békesség legyen, hogy esetleg majd, ha gyermekeket neveltek, akkor a gyermekekért te is sokat teszel. Tehát bátran mondjátok el egymásnak mindazt a jót, amit fölfedeztek ezután egymásban, vagy tapasztaltok nap, mint nap. És akkor nem azon fogjátok törni a fejeteket, hogy hát már miért bosszantasz megint ezzel, ez sem jól teszed, az sem jól teszed. És az az oszlop, ami most össze fog kötődni, és egységes oszloppá fog válni, az egyre vastagabb lesz. És egyre inkább, ahogy mondtam nektek a házassági felkészítés irán alkalmaival is, nem egymás szemébe fogtok már nézni, mert a kapcsolatotok biztonságosan fog működni, hanem egy irányba fogtok nézni. Van egy ilyen mondás, talán többen ismerik, hogy nem az a szép dolog, hogyha két ember egymás szemébe néz. Hanem az a szép dolog, az az értékes dolog, hogyha két ember, akik szövetséget kötöttek már egymással, azok egy irányba néznek. Nézzetek ti is abba az irányba, amit az Isten kijelölt számotokra a kerességkötésetek alkalmával. A mennyország az a cél, amifelé egymás jellemét segíthetitek. Egyre inkább. Két ember, az emberi kapcsolat, az nem azért született ezen a földön, hogy egymást bosszantsuk, egymásnak az életét nehezítsük. Azért élünk egymás mellett. Itt nem csak házasságokról lévén szó, baráti kapcsolatokban, munkatársi kapcsolatokban, vagy látom, hogy érkeztetek ugye itt a Liszt Ferenc kórusból is, gondolom, kedves Áginak a barátai, akik ti is egy csapat, egy irányba néztek, és hatalmas, gyönyörű, szép célokat tűztetek ki, hogy önmagatokért, hogy másokért munkálkodjatok az ének, a zene szolgálatával. Ez egy csodálatos dolog, hogy nem magatokért éltek. És nagyon sok ember tudnék itt most név szerint is felsorolni, aki elhatározta az életében, hogy nem önmagának, nem csak az saját csoportjának, akár a saját házasságának szeretne élni, hanem másokért szeretné élni.
Végül, és ennek a gondolatnak a folytatásaként szeretnék valamit nagyon komolyan a szívetekre helyezni. Mától kezdve nem a szüleitek felelnek értetek, hanem Dávid, te felelni fogsz a Hajniért, és Hajni, te felelni fogsz a Dávidért. És méghozzá egy olyan helyen, ami egy csodálatos örömöt adhat majd nektek, és mindannyiunknak, amikor az Isten előtt majd meg kell jelennetek, akkor innentől kezdve nem Zsuzsa és Szilveszter, nem Józsi és Ági lesznek azok, akik úgymond, amit megtettek, megtehettek eddig, de ezután ti fogtok egymásért nagyon sok mindent megtenni. Ez egy roppant nagy felelősség. Nektek kötelességetek egymást a jóban erősíteni. Szabad építő kritikát mondani, de mindig úgy, mindig tudva azt, hogy lehet, hogy én is bosszúságot, nehézséget okozok a másiknak. De kell is kritikát mondani. A házasságotok soha ne arról szóljon, hogy a problémákat eltesszük egy kicsit félre, mondjuk el azt, hogy nekem ez a problémám, gyere, beszéljünk róla. Ha éppen nem tudjátok kimondani ezt a mondatot, ahogy a házassági felkészítés idején elmondtátok, akkor külön-külön térdeljetek le, ahogy erre már volt példa. És elsőnek ugyanúgy imádkozzatok külön, és utána menjetek egymáshoz. Azután szabad, szükséges, kell is egymástól tudni bocsánatot kérni. Sok házasságnál sokkal nagyobb öröm és sokkal nagyobb békesség lehetne, hogyha a házastársak őszintén tudnák egymásnak azt mondani, hogy bocsáss meg, ezt nem jól tettem. Én tudom, hogy ti tudtok egymástól bocsánatot kérni, de ezt kérlek, hogy soha ne felejtsétek el. A záró igét azt szeretném nektek felidézni Prédikátor könyve 4. fejezet 12. verséből. Ehhez a szövetséghez kevés lesz a ti elhatározásotok. És ezt Wolfgang barátom pontosan el fogja még nektek mondani, hogy szükség van arra, hogy Isten legyen a szövetséges társatok, nem csak a házasság előtt, hanem a házasság után különösképpen. Tudjátok, hogy bár az ellenség szét akarja szedni majd a kapcsolatotokat, de az Isten hozzá képes sokkal hatalmasabb. És hogyha igénylitek és kéritek a Jóisten segítségét, és bármilyen nehézségben, bajban vagytok, akár anyagi szükség, akár egymás jellemhibáinak a felszínre törése, akár külső nehézségek, megpróbáltatások, akkor bátran, bizalommal és igaz hittel mehettek Istenhez. És így olvasnám Prédikátor könyve 4. fejezetéből a 12. verset. Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak, és a hármas kötél nem hamar szakad el. Az Isten most itt van, és szeretné azt, hogyha a ti kettőtök kötelékébe hozzátehetné a sajátját. És azt a cseppkövet, ami most összeér, azt ő csodálatos aranyfonállal, gyönyörű szép ilyen spirálos mintával körbefonhatná. És hogyha ezt igénylitek és kéritek, és Wolfganggal együtt fogjátok mondani az imádságot, akkor a ti szövetségkötésetek örökre megmarad, és ezt szívből kívánom nektek. És szeretnék tovább lépni azokhoz, akiknek ez a különleges ünnepség köszönhető elsősorban, Zsuzsához, Szilveszterhez, Ágihoz és Józsihoz. Szilveszteréket régtől fogva ismerem, Ágit is hosszabb ideje, Józsefet kevésbé, de nagyon sok jót hallottam rólatok, Hajnitól és Dávidtól. Én szeretném megköszönni Zsuzsának és Szilveszternek, tudom, azt a rengeteg szolgálatot, fáradtságot, napról napra megújuló türelmet és bele nem fáradást, amit a Hajniért tettetek. Ezt tudom, hogy a nevében is mondhatom. Nézzétek el neki, ha nem mindig tudta kifejezni úgy a szeretetét, üzeni nektek most innen. És hogy nagyon-nagyon szeret benneteket, és nagyon szépen köszöni, hogy hatalmas szeretettel és türelemmel hordoztátok őt.
Dávidtól pedig tudom, hogy nagyon szépen köszöni azokat a balatoni üdüléseket, a tábori alkalmakat, a családi közös programokat, és nagyon szépen köszöni azt, hogy a felelősség